Nagybetűs karácsony. Magyar hangok. Talján Péter, Anger Zsolt, Kocsis Judit, Berzsenyi Zoltán, Málnai Zsuzsa, Bácskai János, Erdős Borcsa, Izsóf Vilmos, Orosz Ákos, Ősi Ildikó, Koncz István, Juhász István, Berkes Boglárka, Ungvári Gergő. Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök és vágó Hollósi Péter, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Tolnai Zoltán. Oda nézd, mekkora kocsik jönnek. Tavaszra kész kátyútenger lesz az út. Igen. A városba költözött valaki? Még nem tudok róla. Jézus születését ünnepeljük. Boldog karácsonyt! Több szalmát akarok. Mit? Több szalmát. Ó, ki ez? Oda néz. Nézzenek oda, csak nem a Reed fivérek. Már kerestelek titeket. Nem hiszek a szememnek. Azt mondták, polgármester vagy. De látom, hogy csak egy melós. Ennyire megbízhatók a petykák. Kezdi. Mitch Bright. Hát, ha az ember kisvárost irányít, sok mindenhez kell értenie. Igen, azt látom. Új hivatalt építesz. Nagyon vicces vagy. Színpadot építünk a karácsonyi előadáshoz. Tudod, mi az? Ha? Úgy gondoltuk, hogy 5 évtized után szegény Szűz Mária megérdemel egy rendes igen. helyet, ahol térdepelhet. Joga van hozzá. A szobrokkal meg minden? Igen. Arra emlékszem. Bizony. Hogy vagytok, fiú? Jól. Hű. Mikor is láttunk? Úgy tippelem, vagy 20 évvel ezelőtt. Igen. Mi szél hozott a városba? Azt beszélik, hogy menő ügyvéd lettél. Tele van lével. Megszedted magad? Igen. Volt néhány jó befektetésem, de hiányzik a város. Gondoltam, visszajövök kicsit, körülnézek, meglátogatom a haverokat. Hogy van Krisztin? Kezdődik. Remekül. Ő is és a gyerekeink is. Én nem úgy gondoltam, csak udvariasságból. Már nem vagyunk gimnazisták, Dan. Na, jól van, mennem kell. Mindjárt jön egy nagy kocsi a cuccaimmal. Megnézem, milyen a régi ház, de még biztos, hogy látjuk egymást. Igen, biztos. Jól van. Teherautó. Szóval nem csak az ünnepekre jött haza. Hallod? Akarod, hogy kövessen? Egész jó, nem? Nem rossz. Nem egy nyerő idő, de... Megmérjem az idődet? Nem akarlak feltartani. Alig várom. Ma nem húzok nagyon bele. Közeledik a karácsony. Benevezel? Hogyne. Én is. Sok sikert. Apa! Én leszek az angyal! Már így is angyal vagy. De a karácsonyi műsorban, apa, kaptam szöveget. Szöveget? A többiek csak énekelnek, de nekem van szerepem is, és jelmezt is kapok. Úgy örülök, hogy megjöttél. Segítesz megteríteni? Vannak embereim, akik megteszik helyettem. Mi történt? Ezt hogy érted? Csak akkor viccelsz a hatalmat hiányával, ha baj van a hivatalban. Ez így lenne? Hát, nem történt semmi. Oké. Mitch Bright ma megjelent a városban. Mitch Bright a gimiből? A gazdag fickó. Ezt meg honnan tudod? Amikor vártalak a suliban, az összes tanár erről sugdolózott.
Valaki látta egy nagy teherautóban. Szerintem a mama segít tanítójának kellene lenned. Nem engedni, hogy osztályozzak. Mm-hmm. Szóval van egy teherautója? Uh-huh. Hol van Cody? Cody! Kész a vacsora! Azt mondta, az ünnepekre jön haza. De hát már évek óta nincs itt a családja. Igen, tudom. Elég gyanúsnak tűnt. Szerinted meghívjuk vacsorára? Ó, nem tudnánk olyasmit tenni, Eli, amit eddig megszokott. Ó, Dan. Gyilkos stroganoffot tudok. Ez igaz? Cody! Ó, itt vagy, bocs. Oké. Így mi? Veled mi történt? Minden lány vámpírregényeket olvas. Nem értem. Azt akarja, hogy inkább belé legyenek szerelmesek a lányok. Jól van, elég. Figyelj, anyád is éppen ilyen könyveket olvasott. Tudom, hogy mit érzel. Van, amiért hálát adhatunk az Úrnak. Igen, van. Én lettem az angyal. Ez lesz a legjobb karácsonyi műsor. Ez gyors volt. Kösz, hogy vezethettem. Most utoljára. Apa, kiről beszélgettetek az este? Mitch Brightról. Valamikor az osztálytársunk volt. Sajnos nem voltunk túl jó barátok. Volt riválisod a suliban? Igen, miért? Mi ebben a szokatlan? Úgy tűnik, téged mindenki kedvel. Gyere el egy önkormányzati ülésre. És miben vetélkedtetek? Mindenben. Fociban, kosarazásban, síelésben, futásban. Osztálytisztségeken, parkolóhelyen. Anyádon. Anyán is? Azt én nyertem. Igen. Anyu volt a... legszebb lány akkoriban. Ma is az. Szerencsét, hogy eddig megúsztad rivális nélkül. Senki nem hív ki, nem próbál legyőzni abban, amiben jó vagy. Honnan tudod? Na csak. Van, aki gondot okoz? Az én helyzetem egészen más, mint a tiéd. A tiéd könnyebbnek tűnik. Persze. A tiéd biztos rosszabb. Mennyivel rosszabb? Az enyém egy lány. Értem. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérek egy amerikai kávét szójateljel. Már is. Mondd csak, Josie, hogy megy az üzlet? Nem panaszkodom. Hűségesek a vendégek. Vajon mi tehetné még jobbá? Még több vendég nyilván. Pontosan. Tudja, van néhány ötletem, hogyan valósíthatnám ezt meg. Érdekli? Persze. Jó. Öcsém, a karácsony az év legjobb része, nem igaz? Igen, Mikulás. De nem most komolyan. Ez az egyetlen nap, amikor az egész világ egyszerre érzi a békét, és a jövőbe vetett reményt is. Mindenki szereti egymást. És van valami a levegőben. Maria! Maria! Mi bajod van? Kiváló hetünk volt. Volt két léghorgászunk, meg a hógépszerszám. Christine, meghívta Mitchet a vasárnapi karácsonyi partira. Azt mondta, a keresztényi jó cselekedet. A fenébe, hogy mindig igaza van. Igen. Tudom, hogy saját angyala van. De miért jött vissza ennyi év után? Mit akarhat? Nem tudom. Lehet, hogy csak megunta a nagyvárost, és visszavágyik a kisvárosba, ahol felnőtt. Vagy
Még mindig haragszik amiatt, hogy legyőzted a középiskolában, és 20 év fortyogás után visszatér, hogy beteljesítse a bosszúját! Figyelj csak, nem énekelnél inkább, mert az kevésbé kellemetlen. Kösz, hogy segítesz! Óvatosan! Hát, későre jár. Tudod, nem a politikádat vitatom inkább. A módszereidet. Ezt hogy érted? Szerintem hibát követsz el, amikor azt hiszed, hogy mindenkit képviselsz. Úgy látom, hogy az ideáid vadul konzervatívak a többi országrészhez viszonyítva. Ezt az mondja, aki a Berkeley-re járt és 10 évig élt San Franciscóban, mert amikor azt mondom mindenki, San Franciscóra gondolok. Mikor lépted át Alaszka határát? Te nem tudom, Mitch. Annyira lefoglal az óvóhelyépítés meg a röpiratok kiadása, hogy nem volt rá időm. Attól, hogy ez a 49. állam még nem a 3. világ. Ha lehetőséged lett volna bejárni a világot, mint nekem, tudnád, hogy az amerikai kultúra nem korlátozódik erre a kisvárosi buborékra, amiben élsz. Amerika hatalmas és sokszínű és szerető, békés, toleráns. Nem, én próbálom megérteni, hogy mire gondolsz. Hajlandó vagyok fogadni, hogy a városodban az emberek többsége kínosnak találja ezt a vallásos áhítatot. Kínosnak? Igen. Akkor miért választanak újra? A legutóbbi 2 alkalommal nem is volt ellenfeled. Oh, azért, mert kiváló munkát végez. Igen. Biztos, hogy így van, de kisvárosi mércével. Nem értek veled egyet. Meg lehet, hogy nem. Lehet, hogy sok közeli barátod se, akik ma eljöttek. De hát ezt nem tudjuk bebizonyítani. Tudod, egy nap talán jó polgármester lennék. Miért ne? Nem lenne rossz. Bright polgármester. Szépen cseng. Jó éjszakát. Szia! Hello, Stevie! Bejöhetek? Persze. Nem tudtam, nyitva vagy-e. Ma már másodszor jössz. Feledhetetlen vagyok. Kávét feketén? Igen, ha nincs más színben. Nincs, ez van. Oké, okay, jó lesz. A karácsonyra gondolok. Igen, minden évben van egy. Igen, de az idén Michaela lesz az angyal. Olyan édes lesz. Hát valahogy... El kellene jönnöd. Igen. Én ott leszek, és ismerem az angyalt. És talán oda tudna varázsolni egy üres széket mellém. Jó, lehet, hogy elmegyek. Hát akkor boldog karácsonyt. Köszönöm neked is. Szia. Nem tudom. Úgy tartottam, hogy az algebra mindig trükkös. Az biztos. Jó reggelt, uram. A fia egyre jobban síel. Ezt már szeretem. Jaj, apa. Hogy van, Larry? Jól, jól. Kitűnő évünk volt, kösz. Remélem továbbra is újra választják, ha még indul. Köszönöm, kedves magától. Na és... Hogy megy a készülődés a karácsonyi kupára? Jó esélyekkel indulunk, és maga is benevez? Igen, lehet. Nem a fiam korcsoportja vagyok, úgyhogy nem főzhet le. Ezt értem. De én is ott leszek. Viszlát! Minden jót! Esetleg mehetnénk? Elkésem a suliból. Értem, a suliból. Aha. Dan, van egy perce? Igen. Ma egész nap polgármester vagyok. Mi az? Elkezdték már a termékenység szobrok átfestését. Szerintem már végeztünk is. Ki is tesszük őket? Sajnos nem. Írásos panasz érkezett a város karácsonyi díszítése ellen. Nem tetszik a karácsony? Azt írja, a város túl sokat költ az állami területekre kihelyezett keresztény jelképekre, amivel megszegjük a terület használati törvényt. A panaszos hivatalos végzést kér, amely a bírósági döntésig megakadályozza a jelképek kihelyezését. Ki írta ezt a panaszt? A Krampus? Mitch Bright.
Mit gondol? Helyt adnak neki? Nem lehetetlen. Ezek a díszek 50 éve részei a városi hagyománynak. Ebből még soha nem volt probléma. Eddig még soha nem emeltek panaszt. Mikor döntenek? 20 nap múlva. Épp karácsony előtt. Ha addig nem kötnek kompromisszumot. Nem. Nem kötök kompromisszumot. Ezt a városi tanács elé kell vinni, Dan. Tudniuk kell róla. Oké, szóval azt mondod, hogy Mitch Bright 20 év után hazatér, és hirdetni kezdi a toleranciát, meg a nyitott elmét, ahogy szokták, igaz? És az első, amit csinál, hogy vet egy pillantást a nemzetiségre, amelyikkel 50 éve együtt élünk, és azt mondja, jaj, beperelünk valakit, mert mi van, ha valamelyik ártatlan gyermek megpillantja a kisded Jézust? És hé, szabaduljunk meg a karácsonytól is! Megmondom, mit csináljunk még! Ne álljunk meg itt! Üldözzük azokat, akik azt mondják, hogy Isten ments, ha nem akarnak valamit! De nagyon téved, ha azt hiszi, hogy ehhez nem lesz egy-két szava a Reed testvéreknek, és azt ajánlom, kösse fel a gatyáját, és vegyen fel bukós isakot, mert ez az én hazám is! Jobban fogadtad, mint gondoltam. Jó napot! Önök jöttek az egy órás repülésre. Hé, remek, Harlan, megjöttek! Jó napot! Pattanjanak be! Ültesd be őket hátra, ha nem gondolnak. Persze, hogy nem! Hogy állítjuk meg ezt az embert? Úgy fogjuk kezelni, mint minden más peresügyet. Ülésezünk, megbeszéljük, szavazunk, mint mindig. Ilyen könnyű lesz? Szépen és rendben. Menjünk. Nem tudom, a színpad a te ötleted volt. Te vettél rá minket. Névtelen szavazáson szavaztuk meg rá a pénzt. Szavaztunk? Jó, igen, most rosszul csináltunk valamit, vagy sem? Egy halom pénzbe fog kerülni, ha perre megyünk, és tavasszal rengeteg kátyút kell betölteni. És hóeltakarításra is több pénz kell. Idén kevesebbet költöttünk sóra. Ez igaz, tudom. Mitch Brightnak rengeteg pénze van, akár a legfelsőbb bíróságig is elmehet. Egy ilyen ügyben tönkre mehet a város. Oké, ne menjünk el a legfelsőbb bíróságig. Világjogilag kézben tartja az ügyet, semmibe sem fog kerülni. Az idejét vesztegeti. Akkor be kell vennünk a táblát? Nem, a tiltás a további dekorációra vonatkozik. Rendben. Nem kell. Igen, nem vesszük le a táblát, nem fogjuk levenni. Helyettesíthetnénk valamivel, amúgy is régi. Igen. Szóval cseréljünk le mindent, ami régi. Azért régi, mert ez a hagyomány, mint a betlehemes színpad. Feltételezem, mindenki szívesen nézte ennyi éven át, mint a karácsony egyik jelképét, nem? Egyszer eladtam belőle a kisded Jézust, mikor gyerek voltam. Abban az évben szenet kaptam a Mikulástól, ha jól emlékszem, anyám nem kedvelte az eféle csínyeket. Nézzétek, Mitch Bright tínédzser korunk óta bosszút akar állni rajtam. Ezt mindenki tudja. Csupán keresztbe akar tenni, kellemetlenséget okozni, de ez gyerekes dolog, nem fogunk felülni neki. Ha ez egy személyes ügy kettőtök között. Oldjátok meg. Igen. Adjátok ki belőle a pénzt. Így van, egyetértek. Vannak jó ötletei, amiket szerintem érdemes megfontolni. Miféle jó ötlet? Üzleti ötletei. Szerintem érdemes lenne meghallgatni. Nem kéne csak úgy lesöpörnünk. Az egyik legszebb karácsonyunk felé tartunk. Nem kell, hogy valami jött-ment mondja el a karácsonyi üdvözletet. És azt, hogy hogy ünnepeljünk. Nos, a szavamat adom, hogy egy kicsit elbeszélgetek Mitchell. Engem vársz, hogy kimenj a pályára? Edzeni jöttem, ahogy te is. Most nincs itt a papád? Nincs, dolga van. Sielünk együtt? Versenyre gondolsz? Ha te is akarsz. Nem, te akarsz, mert valami megfejthetetlen okból le akarsz győzni. Te vagy a legjobb a csapatban. Jó, hogy le akarlak győzni, attól leszek jobb. Én lennék a legjobb. Nem érdekes. Naponta több sétahajó is megfordul a kikötőben. Nincs más dolgunk, mint valahogy megakadályozni ezt. Itt egy gletszer a küszöbünk előtt. Mégiscsak egy vállalat kínál sétautakat. A Reed alaszkai kalandok. Jó reggelt, Dan. Arról beszélünk, hogy lehetne fejleszteni az üzletet. Beszélgessünk a bírósági beadványodról. Beugorhatnál a hivatalba, ha... itt végeztél. A helyzet az, hogy ez most az én irodám, az én tárgyalásom. Hozz magadnak egy széket. Komolyan érdekel a városháza dekorációja? Vagy miattam csinálod ezt? Tényleg ilyen fontosnak hiszed magad?
Nem hiszem, hogy tényleg a karácsonnyal van problémád. Ebben nagyon tévedsz. Igen? Mert a karácsonnyal van problémám. Pont ahogy a Jézussal és Istennel és az összes többi baromsággal, amit a keresztények gyerekkorom óta lenyomnak a torkomon. Azt hiszed, mindenre tudod a választ. Úgy vettem észre, hogy a hívők többsége a legkevésbé megbocsátó, leggyűlölködőbb, legbigottabb emberek, akiket láttam. Ha befejezted a fröcsögést, akkor a beszélgetésnek vége. Vagy tudod mit? Sajnálom. Sajnálom, hogy ilyen rossz tapasztalataid vannak a keresztényekkel kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy tönkre teheted mások karácsonyát. És tesze kellene. Nem engedem, hogy túlszulesd a várost. És polgármesterként kötelességed betartani az írott törvényt, barátom. Hidd el, szakértő vagyok. Nem prédikálhatod a vallásodat, Dan. De állampolgár vagyok. És mint állampolgárnak jogom van gyakorolni a saját vallásomat. Ahhoz viszont nincs jogod, hogy az adófizetők pénzén propagáld a hitedet. Csak arra költök pénzt, ami a város tulajdonát építi. A város tulajdonát, ami meghonosítja a vallást. Ez alkotmány ellenes. A kongresszus nem enged át olyan törvényt, ami egy vallás megalapítását célozza. Vagy ami megtiltja a szabad gyakorlását a vallásnak. Bravo. Nem csak te ismered a törvényt, és ezt a várost. Nincs jogod megszabni, hogyan éljenek az emberek. Ha velem van bajod, megértem. Ha polgármester akarsz lenni és változtatni, indulj el és nyerj. Ez kihívás, Dan. Mert riadnak látszol. Há, már is kampányolsz. Azt hiszed, nem nyilvánvaló, hogy miért jöttél ide a puccos cipődben, és próbálod elszédíteni az embereket, akikről úgy véled, hogy megnyerheted őket az ideáidnak? Félreérted. Szerintem elég nyilvánvaló, hogy miért vagyok itt minden reggel. Ingyen, wifi. Harcolni akarsz? Rendben van. Boldog karácsonyt! Kellemes karácsonyt! Joe! Mit csinálsz? Ki utasított erre? Megszereztem a közgyűlés támogatását, Dan. Különben is már kellett egy új. És nem baj az, ha egy kicsit nyitottabbak vagyunk. Kellemes ünnepeket! Igen. Ez mindenkinek megfelel. Hát nekem nem. Boldog teled, Joe! Kellemes hóeséses napot, de ezt nehogy kitedd, még megsértünk valakit. Mentsük meg a hagyományokat. Ünnepi leértékelés. Boldog karácsonyt! Bright a jövő. Hé, mi a baj? Semmi, gondolkodom. És miről gondolkodsz? Az életemről. Hogy mit tehettem volna még? Mit tehettél volna, miben? Lehetett volna munkám. Rendes állásom. Drágám, két rendes állásod is van. Mitch bizonytalanít el? Nem, csak feléleszti a múltat. Ha ez azt jelenti, hogy olyan lehetnél, mint ő, akkor a válaszom egy jó nagy nem, piros betűkkel. Igen, de vajon olyan lennék, mint ő, ha... Én is látom a világot. Úgy érted, hogy gazdag lennél és elbűvölő? Oh.
Úgy látod, hogy gazdag és elbűvölő. Gazdag és elbűvölő, és szánalmas és magányos. Vajon elvesztettem volna a hitemet? Ó, szívem. Nem hiszem, hogy el tudnál veszíteni olyasmit, ami ennyire fontos része a lényednek. Hello, Phil. Hello, Josie. Hello, Larry. Mire készül a nagy Jenny? Azt mondja, beszél a sétahajóvállalat tulajával, hogy rendszeresen álljanak meg Trapper Falls-ban. Mit szól ehhez? Nos, ezek csak szavak. Amíg meg nem jelenik valaki. De a te üzletednek sem ártana. Meglátjuk. Persze. Engem érdekel? Utasek. Köszönöm, uraim. Köszönöm. Boldog ünnepet. Hogy mit? Greg. Én boldog vagyok. Köszönöm, Josie. Te is boldog vagy, vagy nem? Hm? Te boldog vagy? Kezdődik. Hm? Van itt, aki nem boldog? Mert boldog ünnepek vannak, vagy nem? Nem szomorú ünnepek. Bár igazság szerint csak egy ünnep van, ami boldoggá tesz engem decemberben. Engem és Amerika 98%-át. Na mi az? Vannak ötletek? Ha? Talán a Mikulás? Titeket boldogít? Engem nem. Mert nem tudom, minek van. Vagy lássuk csak Pearl Harbor napja. Mi lehet ennél felemelőbb? Megtámad az ellenség, háborúba keveredünk. De nem. Szerintem a karácsony. A karácsony! A karácsony az egyetlen ünnep decemberben, ami miatt kedvem van felállni, és nagyot kiáltani a háztetőről. És ünnepelni. Ez boldoggá tesz. Mi lehet ez? Hiszek a karácsonyban, és főleg hiszek abban, akiről elnevezték. Úgyhogy hadd mondjak valamit. Ne féljetek kimondani azt, amiben hisztek. És én azt is tudom, mi az, Josie. Igazán. Álljatok ki azért, amiben hisztek. Azt mondom, nevezzük nevén a dolgokat, és ha már rászánjátok az időt, hogy megünnepeljétek az ünnepeket, ne feledkezzetek meg a legcsodálatosabb, legszentebb napról sem. Emelem poharam rád, Trapper Falls. Van egy ajándékom számotokra, oké? Nagyon jó. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt, Mitch! Ez igen. Ismerős szavak? Ez jól esett. Hogy még nem nősültél meg? Mi van? Kokolió parti vagy. Egy. Kettő. Egy. Kettő. Jól vagyok, menj csak, ez a legjobb időd. Nem fáj. Nem. Akkor siej. Monika, azt az űrlapot keresem, ami... Szia! Mitch! Miben segíthetünk? Semmiben. Csak a Trapper Falls-i választási kampányomat készítem elő. Ma úgy döntöttem, hogy hivatalosan is ringbe szállok. Egyébként hálás vagyok az öcsédnek a ma reggeli kirohanásáért a kávézóban. Meg tonna aláírást hozott a petíciómra. Úgyhogy... Ha nincs más, nekilátok az aláírások összegyűjtésének, és elfordítom a kampánykulcsot. Helyes lány ez a Mária, nem? És szerinted van annyi támogatója, hogy nyerjen? Azt mondják, 2 millió aláírás szerzett. De csak 4000 ember él a városban. Oh. Vajon tényleg polgármester akar lenni?
Lehetséges, hogy a karácsonyra hivatkozva igyekszik megosztani a várost, hogy... hogy lássa, ki van velem. És mit akarsz tenni? Gyere ide! Azt fogom tenni, amit máskor is teszek, és amit neked is tenned kell. Vagyis... kiállok amellett, amiben hiszek. Oké? Oké. Dicsőség a magasságos Istennek! Béke a földön minden embernek! Dicsőség a magasságos Istennek! Halt az angyal énekét, szól az égen messze száll, béke száll minden kis tetre. Hello, hogy vagy, kicsi? Szia, jól! Itt van az apukád? Greg bácsival jöttem. Greg bácsi tudhatná, hogy megszeged a bírósági korlátozást. Nem jeleníthetsz meg vallásos témát ezen a helyen. Azt mondod, hogy nem énekelhetek? Sajnálom, kicsim, de itt nem. Ez állami tulajdon. Kérlek. De én nem vagyok állami tulajdon. Ez igaz. Nem, tényleg nem vagy az, de le kell jönnöd onnan, úgyhogy... itt nem csinálhatja ezt, le kell jönnie. Nézd, Mitch, legjobb tudomásom szerint joga van itt állni és énekelni, és ha angyalnak akar öltözni, akkor nem nagyon tehetsz ellene semmit. Nyilván kimaradt a tanulmányaidból, de ha jól tudom, a vallásszabadság a keresztényekre is vonatkozik. Igen. Na jó, gyere le szépen. Hé, nem viccelek. Kicsim, kérlek, gyere le. Hé, csak nem azt akarom mondani, hogy... Vedd le rólam a kezed! Hé, kapjál már le! Látták, ugye? Megtámadott. Szórakozol. Puhányabb lettél, mint anno az iskolában. Köszönöm. Hallj az angyali neki, száll az ében. Halló? Itt Mitch Bright. Miféle ember vagy te? Rendőrt hívsz egy 10 évesre? Nem, egy 10 évesként viselkedő férfira. Greg a lányomat védte. Greg produkálta magát. Szimpátiát akart kelteni Dan ügye iránt. Mi van kettőtök közt? Mi ez a nagy ellenszend? Ellene akarod fordítani a várost, hogy elvedd a munkáját? Miért? Nem te vagy az oka, ha erre gondolsz. Bocs, ha azt hitted. Nézd, Mitch. Tudom, hogy mindenkit lenyűgöz a diplomád és a pénzed, de szerintem az emberség az, ami számít, nem pedig a vagyon. És ezen a területen Dan legyőzött. Látod, te vagy az, aki versengésnek állított be a dolgot. Nézd. Azért jöttem vissza, mert úgy gondoltam, hogy segíthetek. Nézd ezt a sok aláírást a petíciómon. És még többen értenek velem egyet. Hiszem, hogy egy polgármester dolga, hogy betartsa a törvényt kivétel nélkül. Akkor is, ha egy hagyománynak vet véget. Akkor is, ha ez azt jelenti, hogy meg kell mondani a családjának, hogy tévedtek. Csak 10 éves! Akadályozta a forgalmat. Ó, ez... hagyd békén a gyerekeimet! Greg, gondolkozhattál volna? Az én ötletem volt. Én csak a sofőr szerepét játszottam. Nem vezettél elég gyorsan. Dan! Te mondtad, hogy álljak ki azért, amiben hiszek. Tudom, de reméltem, hogy betöltöd a 18-at, mielőtt először keres miattad a rendőrség. Fiúk, elviselem a matricákat a lökhárítón, meg a szerkesztői leveleket, de Mitch rendőrt hívott egy gyerekre. Remélem, nem lesz belőle ügy, de Greget le is tartóztathatják. Túl messzire megy ez a harc. Megoldást kell találnunk. Felhívom Vélát. Hát, ha összetudunk ülni néhány emberrel. Én benne vagyok. A történtek után azt kötve hiszem. Te és Gabriel itthon maradtok. Nem zárhatsz be. Oda megyek és ellenőrzöm. Hogy ne ugráljatok a székeken, és ne okozzatok semmi galibát. Olyan jó hangulat. Én nem kérem, köszönöm. Finom teának. Neked mindig igazad van, drágám. Nos, a miénkhez hasonló esetekben a bíróság mindig a panaszos javára dönt, amennyiben a Betlehem az egyetlen elem a színpadon. Tiszteletes. Ön mit gondol? Túl fontos lett a Betlehem. De bármilyen kedves is, fából készült szobrokból áll. Jobb, ha nem készítünk bálványokat. Remek, nem csinálunk semmit. Igen. Greg bácsi segít elpróbálni a karácsonyi műsort, te leszel a közönség.
És ha nem tévedek, te állítólag sífutóedzésen vagy, ezért kell nekem babysittelnem. Már nem vagyok bébi. Az én kisbabám vagy. Az én kisbabám. Ez csak egy gyakorlás a karácsonyi kupára, úgyhogy nem indulok. Mi? Nem fogok hiányozni. Apád tud erről? Apa csak amiatt aggódik, hogy átnevezik a versenyt ünnepi kupára, a többi nem érdekli. Szia! Cody itt van? Cody! Egy lány keres. Miért nem jöttél edzésre? Nem indulok a kupán. Miért nem? Hé, hey, Cody, ne engedd ki a meleget! Hívd be a lányt! Nem biztos, hogy be akar jönni! Hé! Hey! Szia! Szia! Mekéla vagyok. Ma este én játszom az angyalt. Sienna. És Siennát játszom. Megduplázódott a közönség. Ülj le, kezdődik a műsor. Nem! Kéla nem akarja megnézni a műsort. Megkérdezted? Ugyanaz az unalmas műsor, amit minden évben újra meg újra előadnak. De, na, egy pillanat, bocsánat. De azt mondtad, hogy ez ugyanaz az unalmas műsor? Hát, ezt most sértéstek veszem, hogy egyáltalán eszébe jutott, hogy két olyan előadó, mint Mekéla, és jó magam, valaha is bemutatjuk ugyanazt az unalmas, régi műsort. Megváltoztatod a történetet? Nem kell megváltoztatni a történetet, nem érted? A karácsony története minden idők legjobb története. A karácsony története semmi máshoz nem hasonlítható. Benne van minden. Az intrika, a botrány, a meglepetés. Úgyhogy tudja mit, nagy okos úr. Maradjon a fenekén, kapaszkodjon az italába, és figyelje, hogy dolgoznak a mesterek. Mi? La. Jól van, kezdjük. Réges rég, amikor még nem volt tévé, sem Xbox, sem SMS, egy lány hamarosan találkozik életének legnagyobb kihívásával. Nézzétek! Egy lány vagyok, és vigyázok, nehogy skorpióra lépjek, mert nincs rajtam zokni. Ne félj, te lány! Isten kegyelmes hozzád. Életet adsz egy gyermeknek, akit Jézusnak hívnak. Tényleg? Hű, mi a csodát lehet erre mondani? Nem igazán örülök ennek, ugyanis ha hirtelen terhes leszek, magyarázat nélkül, az azt jelenti, hogy a vőlegényem hivatalosan megkövesztethet engem, amitől teljesen tönkre megy a sminkem, és a barátaim sem állnak szóba velem, úgyhogy nem értem, mitől isteni kegyelemezni. Nem is ezt mondta. Nem, de mindenki ezt mondta volna. Valójában azt mondta, hogy legyen úgy, uram, ahogyan óhajtad. Mert mindig ilyen ódivatúan beszélt. Persze, ha ezt mondta, akkor egy kicsit inkább így hangzott. Gyere csak, csináljunk gyereket. Nem kell maradnod. Miért ne? Második jelenet! Attól tartok, hiányzik valaki, nem? Tudom már. József. Állj ide. Tökéletes. Próbálj meg jól kinézni. Anna, sajnálom, hogy ilyen egyszerűen látom. Végül is alsósokat tanítok, de ha kevesebbet törődnénk a jogainkkal, és többet más emberek szükségleteivel, talán megvalósíthatnánk a nagybetűs karácsonyt. Pontosan. És mi történt, amikor megérkeztek? Bolondokkal futottak össze. Jóska, mit akartok itt? Ugyanazt, amit az összes többi ember szállás helyett. Kérem, mindjárt jön a baba! Most jön! Igen, mindenki ezt mondja. De tudjátok mit? Alhattok a jászolban. És úgy is tettek. Mária besietett, hogy világra hozza a gyermeket. De a színpad mögött csinálta, mert ez elég necces. És valószínűleg egyedül volt, mert nem akarta Józsefet tisztátalanná tenni. És emiatt nem csupán szent lett, de nálam elérte az akciófigurák népszerűségét. Gyere! A cínikus közönség szinte tombol. Gyere, mutassuk meg nekik. Ó, na hát.
A világegyetem ura úgy döntött, hogy belép a világunkba, mégpedig a legtörékenyebb formában. Megfoghatom? Íme a gyermek. Amit megfoghat egy ember. Ejha. Tessék. Megengedem, hogy egy kicsit Mária légy. Hagyjuk, hogy az ilyenek, mint Mitch, ellenünk fordítsák a törvényt. Nem azt mondom, hogy álljunk félre. Csak azt, hogy perben kell legyőzni, nem vitában. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Igen, én sem. Mondja, egyébként hogy néz ki ez a nagybetűs karácsony? Az emberek egy politikai messiást várnak. Tudni, hogy akkoriban nem vagy popcorn. De mit kaptak? Egy alászálló istent az égből. Az angyalok nem nevetnek. És csodás módon alászálló isten helyett... bedilizett! És megalázta magát! És istenné vált. Közöttünk. És elkezdte gyógyítani az emberiséget. Szeretettel. Egyszerre. Egy szívet. Vége. Halljon meg, fiam. Íme Mekéla, a mi angyalunk. Tadá! József, aki nagyon béna József volt. És jó magam, a szamár. Köszönöm. Hajoljatok meg. Csodálatos angyal voltál. Te pedig csodálatos... Ne. Hogy van a térded? Jól van. Esküdj meg, hogy senkinek nem beszélsz erről. Tudod, a suliban? Már a darabról? Szuper volt. Most komolyan. Állapodjunk meg. Nem beszélek róla senkinek, ha indulsz a kupán. Rendben. Sienna! Ezért jöttél ide? Hogy induljak? Nem. Hogy lássam a karácsonyi műsort. Kicsit följebb. Ez az. Nem megy följebb. Ajsze, kereszd lejjebb! Tartanád? Na, nem még egy kicsit. Na, így. Brightot polgármesternek. Nagyon jól néz ki, fiú. Gyönyörű. Igen, jó lesz ez így. Ez a sikerült. Manapság bármit kiplakátolhatnak. Boldog karácsonyt. Köszönöm. Ki vesz angyalt egy gyerektől, akinek börtönben vannak a szülei? Így jó lesz. Ott kimaradt. Nem maradt ki. De igen. Igen? Ki kér még? Kérsz? Köszönöm. Tessék. Májva cukrot? Kérek, és tejszínhabot szeretnék a tetejére. Tessék. Rendben. Cukorszórást is kérsz. Csoki? Igen, kérek szépen. Ez majd melegen tart. Oh. Rendben. Még egyet. Várj, adom. Rendben. Ez egy marék májva cukor. Így jól lesz. Hányat vettél már eddig? Kettőt. Ötöt vagy hatot? Forró csoki. Ne titkold, láttalak. Hello. Köszönjük, hogy eljöttetek. Tényleg nagyon köszönöm. Szórást kérdezik. Hello. Köszönöm. Nagy szín. Rendesség. Szasz, Josie. Szia. A múltkor véletlenül sáros csizmával felálltam az egyik székre, és hangoskodtam. Emlékszem rá.
Sajnálom. Szeretném jóvá tenni. Közdene. Kodi, drágám, Mekéla a szomszédban van, mi pedig későn este jövünk. Miért? Hová mentek? Távol tartom a bajtól a Reed fivéreket. Megtartatom a bulit. Vicces vagy, nagyon vicces. Drágám, a tizenéveseink nagyon viccesek. Hisztérikusak. Jó humora. Ha a bulit szervezel, te gondoskodsz a kutyáról. Rendben? Jó. Jól van. Oké. Okay. Szia. Sziasztok. Szia. Hé, adj neki enni és engedd be. Oké. Okay. Jó legyél. Hello. Sokkal gyorsabb vagy, mint a múltkor. Arról volt szó, hogy indulok. Nem arról, hogy nyerek. Ilyen hozzáállással nem is fogsz. Köszi, edző. Oh, látom, elkél a segítség. Mit csinálsz? Van egy tök jó ötletem. Kekszet sütök a nagybetűs karácsonykampányra. Ez nagyszerű ötlet. Nem akarod, hogy segítsek? Adj csak ide. A kiszállításnál kell segíteni. Fuvarozol? Igen, persze. Kinek sütöd? Mitch Brightnak. Mindenki nagyon kedves mindenkihez. Az egész városban. De neki még senki nem adott semmit. Amennyire én tudom. Nos, talán azért, mert úgy érzik, hogy nincs szüksége semmire, vagy nem akarja. A kekszet mindenki szereti. Menjünk, anya, mire várunk? Menj egyedül, kicsim. Én megvárlak itt, jó? Biztos nincs itthon. Mekéla! Kicsim, az a fontos, hogy eljöttél, nem? Tudnia kéne, hogy ő az ég ajándéka. Szerinted megérti? Biztosan. Ahogy beleharap, azonnal tudni fogja. Oké? Okay? Hol voltatok? Már komolyan vagy egy órája hívogatlak benneteket. Ó, volt egy kis dolgunk, igaz? Minden rendben? A bírónő ide jön holnap. Ez jó vagy rossz? Nem tudom. Egyébként finom. Mondtam. Hány karácsonyi kekszet ettél az este? Legfeljebb hetet. Jól van, bújj gyorsan ágyba, kölyök. Gyerünk. Ez az. Ez az. Mi van? Mitch soha nem fog nyerni. Ezt miből gondolod? Mert aki vele van, mind morcos lesz. Szerintem azért lesznek morcosak, mert Mitch is morcos. Jó, de miért? Nem tudom miért. Ez egy jó kérdés. Imádkozzunk, jó? Jó, imádkozzunk érte. Jó. Kezd el te. Oké. Okay. Kedves uram, köszönöm ezt a napot. Kérlek, menj el Mitchhez, és tedd jobbá. És maradjon apu a polgármester. Jézus nevében. Amen.
Ámen. Jól van. Jó hét. Jó hét, szeretlek. Békességet a földre, jó szándékot mindenkinek. Milyen volt az útja bírónak? Ó, igazából kellemes volt. Mindig szeretek ide utazni. Ez az egyik kedvenc helyem, ahová járok, így... Elnézést. Köszönöm. Bírónő. Mr. Bright. Igen. Üdvözlöm. És... Mr. Reed. Örülök, hogy látom. Én is, bírónő. Hát ez az. Értem. Igen. Kemény, mint a kő. Talán... megmutathatnám, mit óhajtanak ide kihelyezni. Persze. Menjünk be, bírónő. Erre, igaz? Igen. Íme. Ez lesz az. Kicsit kijebb tudná hozni? Igen, persze. Jól van, gyere. Tessék. Ez gyönyörű. Igen. Ezt itt készítették? Több mint 50 évvel ezelőtt. Egy fűrésztelepen dolgozó férfi faragta őket, és a városnak adományozta. Más elemei is vannak a színpadképnek? Igen. Néhány állat, egy-két bárány és egy szamár. Jöjjenek, beszélgessünk. Magunk közt. Személy szerint nem óhajtom betiltani sem Jézust, sem Szűz Máriát, főleg nem karácsonykor. Hála Istennek. De... akkor mi a baj? Nos, három lehetőséget kell figyelembe venni. Kitehetik, mint ünnepi színpadképet, amennyiben tartalmaz nem vallásos jellegű elemeket, vagy más vallások elemeit is. Vagy a város eladja, vagy odaadja a szobrokat és a színpadot egy magánszemélynek, aki másik helyen felállíthatja. Vagy magánterületen, vagy engedéllyel olyan nyilvános helyen, ahol mások ugyanolyan szabadon kiállíthatják a saját ünnepi életképeiket. Mi a harmadik? Ha egyáltalán nem állítják ki, bárha engem kérdez, szerintem kár lenne. Bocsásson meg, bírónő, de mindhárom lehetőség egy több mint 50 éves hagyományt tesz tönkre. Vagy vegye úgy, hogy új hagyományt teremtenek. A jelen ügyben ez a javaslatom. Ha mégis bírósági döntéshez ragaszkodnak, tudják, mi lesz a vége. Minden esetre értesítsenek a döntésükről. Köszönöm, bírónő. Nincs mi. Köszönjük. Köszönjük, bírónő. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Ha ide jönnek azok a turistahajók, tele lesz a város idegennel. Bright azt mondja, sok pénzt hoznak a városba. Mert az Alaska Cruises rengeteg nyugdíjas használja. Tudod, öregek, akik buknak az ilyen $2 komfort nélküli turistautakra. Egy csomó özvegyasszony. Özvegyasszonyok. Adnál nekem egyet? Oké, lányok, indulunk. Oké, még egyszer. Ó, nem. Sienna. Szia, Cody. Hogy van a térded? Ó, kösz, már sokkal jobban. Nem azt mondtad, hogy 3 hétig kimélned kell? A karácsonyi kupa utánig. Gondolom, nem nagyon örülsz neki. Járni persze tudsz. Szánkózni. Semmi baj a térdednek, igaz? Nem olyan súlyos. Tetteted magad? Csak nem azért, hogy sajnáljalak. Legyőztelek volna. Igen, ez volt a célod. De téged nem akarlak. Talán szánalomból. Nem. Mennem kell. Tudjunk még egyet? Igen, úgy látom, valakinek barátja van. Edző? De? Ha, szép kitűző. Idehoz egy turista hajót a szombati versenyre. Jó, nem? Igen. Csodálatos. Mindjárt megyek én is. Szívesen segítek lebontani. Nem hiszem, hogy segítenél. Akkor sem, ha tényleg le akarná bontani. Ó, felvennék valakit. Ez nem vezet sehová. Hallottad, mit mondott a bírónő? Nincs semmi vallásos egy...
deszkatákolmányban. Ha úgy döntesz, hogy üresen hagyott felőlem maradhat, mondtam, hogy kisebbségben vagy, de nem hallgattál rám. A tavaszi választásom majd eldől. Örültem a találkozásnak. Kakaó! Anyu, nézd meg, milyen hosszú! Drága! Mindig te kapod a vasutat! Én akarok lenni a mágnás! Miért nem eszel egy kis májva cukrot? Hé, hey, Danny! Szólt a feleséged. Ébresztő! Dühös, mert vesztett. Hé, menjünk ki egy körre! Te, Cody, meg én! Állítsuk fel a Betlehemet a templomnál! Nem! Vigyük ki a parkba! Annak örülnél! A Grinch elrontotta a karácsonyt. Titeket nem dühít? Az enyémet nem rontotta el? Az enyémet sem. Én is grincses lennék, ha nem lenne más a házban, csak egy kanapé és egy aktatáska. Hogy érted? Igen? Mitch Brightról beszélünk, nem? Kicsi, miket beszélsz? Amikor belestem az ablakon, csak egy kanapét és egy aktatáskát láttam. Várjunk. Abban a hatalmas házban? Ez biztos? De hol vannak a nagyszülei bútorai? Akkor az a teherautó... Egy pillanat, ez azt jelentené, hogy a teherautó elvitte az antik bútorokat a házból. Várjunk, hadd gondolkodjak. Tudtam, hogy valami nem stimmel. Jól van, tehát Mitch Bright... A városba jön, eladja, vagy elveszíti mindenét, amilyen van, eljátsza a világnak, hogy milyen gazdag, milyen sikeres, hogy megmenti a várost, hogy polgármesternek indul, feldújja az egész várost a karácsony miatt. Ennek aztán sok értelme van. Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes történet, nem igaz? De mit akar? Lehet, hogy semmi közünk hozzá. Ki kér még popcornt? Én, mert az enyémet megette Cody. Tudod, mit jelent ez? Kémek. Ismerem ezt a nézést. A rit fivérek megint kitaláltak valamit. Tudod mit, drágám? Greg és én teszünk egy látogatást Mitch ügyvédi irodájába. Felhívom Harlandet, hogy hozza ki a gépet. Rendben. Te jössz, Donald Trump. Belehalnál, ha egyszer én ülhetnék a bal oldalon? Lehet. Figyelj, ha odaérünk, és bemegyünk az irodába, hagyd, hogy én beszéljek. Biztos, hogy ez jó ötlet, mert én biztos mindent beleadok. Tudom. Remélem. Bele kell húznom. Oh-oh. Önök Mitch Bright barátai? Egy középiskolába jártunk. Erre jártunk, gondoltuk, beköszönünk. Ah, elnézést, hogy várniuk kellett. Már nem dolgozik itt. Esetleg tudja, hol dolgozik most, vagy van címe, ahol megtalálhatjuk? Nem. Miért, elbújdok volt, vagy bajba került? Nem, sajnálom, de ez bizalmas. Nézzék, Mitch mindig rendes volt hozzám. Lehetőséget adott néhány perben korábban, és segített a pályára állni. Annyit tudok, hogy olyasmibe fektetett be, amiben nem kellett volna. Belebukott. Mindenét elvesztette. Az itteni állását is. Azóta persze mindenki hallgat róla. Nem tudom, hova ment. Az se, hogy vannak-e barátai vagy családja. Hát családja már nincs, de azért barátai még vannak. Mint például maguk. Igen. Aha. Igen. Igen. Ha találkoznak, ezt adják oda neki. Mondják azt, hogy egy régi barátja küldi, vagy nem mondjanak semmit. Nem hiszem, hogy nekünk... Nem, kérem. Tudom, hogy nehezére esik, de szüksége van rá.
és annak idején sokat segített. Én is segíteni akarok. De sajnos nem tudok többet, és dolgom van. Sok szerencsét. Kösz, és köszönjük a... Kösz. Minden jót. Boldog karácsonyt. Jaj, boldog karácsonyt. Tönkrement, és visszajött a városba, persze titkolja. Szerinted mit akar csinálni? Visszaszerezni az életét. Nem jó stratégia úgy indulni egy választáson, hogy mindenkinek hazudik? Hát nem. Tudod, szerintem ez a turista hajó biznisz csak arra kell, hogy visszatérjen. Hogy az emberek talán megbocsátanak, ha megtudják az igazat. Vagy még idő előtt eltávolíthatjuk. Megismerni a karácsony igazi szellemét. Nagyon jó lesne. Apa! Szia, Cody! Mi van? Segíteni? Persze. Persze. Menjetek. Szia. Fogjuk meg ezt. Mi újság? Tudod, a lány, akiről beszéltem. Melyik is? Tudod, aki mindig le akar győzni. Igen. Meséltem róla. Igen, igen. Mi történt? Hát... versenyeztünk. Igen? Nyerésre állt, de... Ő? Elesett és megsérült. Azt hittem, az én hibám. Ezért nem akartam indulni a kupán. De aztán idejött. Kizsarolta, hogy induljak. Van ennek valami értelme? Nem igazán. Bocs, itt hagytam valamit. És mit csináltál, miután elesett? Felsegítettem. Persze, és nem vagyok bukó. És egészen az iskoláig kísértett, kedves volt tőled. Bizonyára értékelte. Általában elég gyors. Igen, jó. Gyorsabb, mint te. Aznap az volt. Igen. Óvatosan forró. Hogy viseled a... vereséget. Igyekszem sportszerű lenni, de dühös vagyok, hogyha veszítek. Vajon ezt kitől tanultad? Úgy tűnik, valaki belehallgatott a beszélgetésünkbe. Fiúk, néha olyan lassúak vagytok. A saját tempónkban dolgozunk. Ilyen a férfi tempó. Én már megszoktam. Nézd. Szerintem nem a versenyt akarja megnyerni. Miattad van ott? Állandóan zavar. Folyton megvár a pályán. Nézd, felejtsd el, hogy ez egy verseny. Észre kell venned az embert. Csak egy fiatal lány. Egy csomó érzés kavarok benne, és nem tudja, hogyan fejezze ki. Igaz? Te is ezt csinálod? Az embert keresed, ott... Hogy érted? Mitchben. Egy folytában rajta gondolkodsz, de... kíváncsi lennék rá, hogy sikerült kiismerned. Nem tudom. Figyelj! Versenyez holnap. Akár veszítesz, akár nyersz, túl sokat tettél már bele. Oda mész, és megmutatod, hogy mit tudsz. Ezzel tartozol magadnak. Igen, apa. Na és... helyes lány? Igen. Ezt már szeretem.
az Cody! Ez az Cody! Ez az Cody! Hé, Dan, még nem láttam Mitchet és a vendégeit, te sem? Nem. De azért eljön, ugye? Megígérte, nem? Majd meglátjuk. Remélem, hogy ide ér, mert emlékszel, ahogy mondtad, jót tesz az üzletnek. A győztes vendég egy szarvasburgerre, én már be is készítettem a pénzt. Jól van, meglátjuk. Felkészülni! Rajt! Gyerünk, Kodé! És a legjobb időm. Lóksz egy szarvasburgerrel. Zéfolt! Ügyes vagy! Megérkeztünk. Óvatosan! Kösz. Jót fog tenni. Kösz, egy hogy eljöttek. Remélem, jók lettek a képek. Már itt fivére. Köszönöm. Mi köszönöm. Köszönjük. Kösz, hogy eljöttek. Köszönjük. Nagyon kedves. Szuper volt. Kösz, fiúk. Köszönöm. Csodálatos időnk volt, nem? Ó, alig mínusz egy-két fok. Szia, Mitch. Tudom, hogy mindenki a mai napról beszél. A turista hajós ismerősöm visszalépett. Nem azt mondom, hogy nincs üzlet, csak nem is tudom. Nyilván azért, mert karácsony van. Igen. Igen, megértjük, Mitch. Biztos otthon van, a családjával. Gondoltam, úgy helyes, ha eljövök, és én mondom el. Szóval... Kiskoromban, amíg ebben a városban éltem, folyton féltékeny voltam rátok. Ezt még sosem mondtam el. Adjuk neki oda a pénzt. Takarítsunk ki. Gyere! Gyere! Nézd csak, ott jön Vila. Hát ott mondtam én, időben érkezett. Ja, szia! Minden rendben. Kellemes napunk volt ma. Senki nem hozta szóba Mitch Brightot. Hoztam most néktek, minden emberi lénynek. Csodás örömhírt hoztam most néktek, minden emberi lénynek. Dávid városában megszületett a megváltó, az Úr Jézus. Keressétek meg a kisdedet, rongyokba bugyolálva egy jászol mélyén. Thank you.
Hoztam neked valamit. Egy barátot küldi. Nem akarja, hogy megtudd a nevét. Honnan tudta, hogy hol vagyok? Tudod, ki küldte? Igen, ennyit adtam neki kölcsön 2 évvel ezelőtt. Irodistaként dolgozott, és a felesége gyereket várt. Nem kellene ott lenned a misén? Már úgyis vége. Ma este ez fontosabb volt. Mitch. Másra nincs szükséged? Nincs, de miért lenne? Boldogság száll a világra. Ez meg mi? Eljött a megváltó. Hát minden szív most nyíljon meg. Mert égs föld énekel, mert égs föld énekel, mert égs a föld most énekel. Gondoltuk, hogy itt leszel. Hát nem számítottam vendégekre. Mi sem terveztük, hogy eljövünk. De egy kis angyal azt mondta, hogy nem köszöntöttünk rendesen, amikor megjöttél. Gondoltuk, most bepótoljuk. Megtaláltad a sütit? Igen, megtaláltam. Köszönöm, finom volt. Hoztunk még. Bemehetünk. Mitchell! Remélem, nincs ellenedre, hogy a karácsonyi hangulat házhoz jön. Ezek nem karácsonyi ajándékok, nem baj? Házavató ajándékok, mert ki nem lakik meleg házban? Bevihetjük? Köszi. Gyerünk! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsonyt! Nem tudom, ti hogy vagytok, de én megfagyok. És rengeteg pite van fönt a házban. Máriát jobb oldalra tesszük, vagy bal lesz. Biztos? Ez az. Előbb levesszük őket. Jól van, jól van. Várjunk csak mi. Várj. Oh, figyelj. Nézzenek oda. Ismerős vagy. Hello, Mitch. Hogy vagy? Tudod, hogy ide kitehetjük. Kihoztuk a városból. Nyilvános helyen felállíthatjuk. Én nem szégyellem Jézust, Mitch, és nem is fogom. Vallásszabadság van. Ettől olyan jó Amerika. Ámen, testvér. Hogy van? Visszavontam a panaszt és a végzést. Ez a másolat. Néhány őrült keresztény rá beszélt. Előfordul. Ez micsoda? E-mail a turistahajó összekötőtől. Elnézést kér, hogy lekéste a gépet. Januárban ide látogat néhány üzlettársával. Úgy látom, fel kell élénkíteni a város kereskedelmét, és olyas valakire lesz szükséged, aki érti a dolgát. Tudom is, ki a megfelelő ember. Segítesz?
Ez azt jelenti, hogy félre kell tennem a polgármesteri ambícióimat. Ugyan, kérlek. Bár pillanatnyilag én vezetem. Azt nem hiszem. Hallom, megüresedik egy képviselői hely. Végét a földnek. Minden szépet is jót. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Nem akarsz segíteni? Ó, nem kell! Köszönöm! Valami nem változik. Tudod mit? Add ide az egyik királyt, jó? Ezt? Azt igen. Jó. Gyerünk, gyerünk, fizetek érte! Egy pillanat! Ha? Gyere csak! Segítek! Boldog karácsony! Jó, Kodi, tudod mit? Kérlek, vedd le te Máriát! Óvatosan! Ez az, kösz, Kodi! Kapd el, Mics! Mics, ez itt újra Mária! Együtt! Nagy darab hölgy, vigyázz rá! Vigyázz a fülére! Kösz, fia! Tavaly előtt letört! Jó! Készült Go Fish nagybetűs karácsony című slágere alapján. A szinkront az SDI Media Hungary készítette. Emlékszem, régen mindenki azt mondta a többieknek, hogy boldog karácsonyt! Mindenki ezt mondta, boldog karácsony! Hé, boldog karácsonyt magának is, Mr. Löwenstein! Tudják miért? Mert nem a vallásról szólt, hanem egy kultúráról, amiről azt hittük, hogy olyan értékes, hogy együtt kell csinálnunk akkor is, ha nem értünk egyet a mögötte lévő vallással, mert mindenkinek jó volt, és nem csak nekem! De most azt mondjuk, kellemes ünnepeket! Nem mondom, hogy boldog karácsony, mert nem hiszek a karácsonyban, és nem akarok senkit sem megsérteni. Myself a mocha. The lady at the counter said, "Happy holidays." I said, "Thanks, lady. I am pretty happy, but there's only one holiday that makes me feel that way, and it's called Christmas. What more can I say? It's about the birth of Christ, and you can't take that away. You can call it something else, but that's not what it'll be. It's called Christmas with a capital C." Mondjuk, hogy kellemes ünnepeket, mert nem akarunk senkit se kihagyni. De tényleg, februárban egy csomó ünnep van. Februárban senki sem mondja, hogy kellemes ünnepeket. Azt mondják, ami. Boldog Valentin! Ó, hisztek a szerelemben? Minden mást kimondanak, csak a karácsonyt nem. Miért? Én azt is tudom, miért. Maguk is tudják. Mert köze van Krisztushoz, akitől 2000 év elteltével még mindig félnek, ha... It's called Christmas with a capital C.